Hosszú évekig tartó várakozás után elkezdődik Érmihály falva emblematikus épületének, a Gizella Malomnak a felújítása. A város szinte minden pontjáról jól látható épületet nem egészen egy év alatt kulturális központtá alakítják, amelyben színházterem, próba és alkotótermek is helyet kapnak. Ermihály falva jellegzetes monumentális épületének a Gizella Malomnak az építési munkálatai 1911. augusztusában fejeződtek be, nevét pedig az építető Glükbenő feleségéről, Horovic Gizelláról kapta. Az államosítás után raktár, vasöntöde, autószerelő műhely is működött benne, állapota pedig fokozatosan romlott. A városvezetés többszöri próbálkozása meghozta gyümölcsét, és az elmúlt héten ünnepélyes keretek között helyezték el az építkezést. És alapkövét. A tervek alapján egy korszerű, kulturális központtá alakítják át a Gizella Malmot. A munkálatok során az épület alapterületét megnövelték, ügyelve arra, hogy a stílusjegyek ne sérüljenek. Természetesen kulturális intézményről lévén szó, itt próbatermek lesznek, alkotótermek lesznek, tehát olyan, olyan helyek lesznek, ahol a, a kulturális több ágát is majd lehet művelni, és lesz egy nagy színházterem, amiről fontos érmek a szám számára. Tudnék, az utóbbi időben már kinőttük a házunkat, és egy nagy, nagy, színházterem fog a most megelevő rész földszintjén lenni, egy félemeletes erkélyel ellátott színházterem. Az épület helyreállítási munkálatainak összérték eléri az 5 millió lejt. Az előzetes tervek szerint nem egészen egy év múlva elkészülhet egy olyan kulturális központ, amely nem csak a városnak, hanem az egész megyének és régiónak büszkesége lehet.